A két fiatal művész korábban nem ismerte egymást. A Nádor Galéria által meghirdetett pályázaton mindketten nyertek. Munkájuk jól illik egymáshoz. Az univerzum, az űr, az utazás témáját dolgozták fel, amelyek inkább most lelki és elvontabb értelmezést kapnak. Azonban nem csak ezzel foglalkoznak műveikben. És emellett még az olyan különböző ilyen emléknyomokkal, amiket így tulajdonképpen az emberiség hagy maga után, tehát így a kommunikációs eszközök, a rengeteg ilyen mindenféle hulladék, és ezekkel mind a ketten dolgozunk ezekkel a műalkotásainkban. Maga a cím pedig onnan lett, hogy hát így gondolkoztunk, hogy mindenképpen valami olyat szerettünk volna, ami egy ilyen átjárást fejez ki. A tranzit az eleve egy kicsit így talán hajad ezekre a science fiction filmekre is, de mindenképpen itt ezt az átjárást akartuk így, tehát a való világ és így az elképzelt ilyen univerzum, vagy a saját magunk elképzelt világa közötti átjárást. Az expedíció elnevezésű alkotása előtt állva Komlódi Judit elmondta, ezt a képet a laptop belső elemeiből, CD-ből, bakelit lemezből készítette. Összesen 6 darab panelből áll, melynek többi eleme a Nádor Galéria másik kiállító terében látható. Ez egyébként a fényfesztiválra készült, ezekben voltak ilyen ledek is, azok ilyen plusz ilyen átvilágítást adtak nekik. A plexit és a műgyantát kevertem, most ezzel kísérletezek már egy ideje, ezekkel a transzparencia, tehát ilyen transzparens dolgokkal, amikbe bele tudok olyan dolgokat önteni, amit így említettem is, hogy valahogy tehát így a kommunikációval, tehát a különböző eszközöket, amiket így használunk. Én annak tekintek egy bakelit lemezt is, mert az is egy emléknyomot hordoz, ugye az is bele van ebbe öntve, de ugyanígy egy chip, vagy egy memóriakártya, rengeteg minden ebből ugye szemétre kerül. Nagyon sok információ marad rajta, amik nem is tudjuk, hogy mi. Ezen is egyébként konkrétan az egyik laptopom, amelyik így befutcsolt, vagy eddig tönkrement, annak az alaplapját használtam fel. Bizonyos elemei festve vannak, tehát tulajdonképpen itt úgy kell gondolkodnom, hogy mintha szétrobbantanék egy képet. Tehát ugye amikor az ember olajjal fest, ugye azzal is festek, akkor ott a vászon, fehér vászon, és szépen építem fel ugye a különböző foltokat, formákat. Itt viszont már úgy kell gondolkodnom, hogy előre meg elkészítek minden elemet különböző festészeti technikákkal, valamit fóliára, áttetsző fóliára készítek, mindenféle anyagokra, rengeteg anyagot szedek össze, tehát ezek a mindenféle hulladékok, és utána ezeket rakom rétegenként egymásra a műgyantába. Tehát a plexi az alaphordozóm, a műgyanta pedig ugye összerögzíti ugye ezeket az elemeket, és az egész végül transzparens marad. Ezek az alkotások holdbéli tájra emlékeztetnek. Sipos Ábel Mihály szobrászművész álmodta meg a műveket. Ezzel kapcsolatos fantáziája még a gyerekkorra nyúlik vissza, melyet most kiválóan kamatoztatott. Nyilván a Star Wars, meg Star Trek, meg hasonló filmeket már kiskoromban ugye láttam, és azok meghatározták a későbbi munkáimat, mert valahogyan, tehát hogy annyira megtetszett, hogy azt szerettem volna, hogy ezekkel tudjak foglalkozni, és akkor úgy alakítottam a dolgaimat, hogy valahogyan legyen valamiféle közöm hozzá. Később meg, amikor kicsit átgondoltam, hogy miért is akarok ezzel foglalkozni, akkor rájöttem, hogy az űrnek a ilyen nagy végtelen sötétségébe annyi mindent bele lehet projektálni, meg hogy onnan bármi jöhet. Igazából nagyon sok ilyen fikciós történetet ki lehet találni. És hát tulajdonképpen bármit elbír ez a világűr, mert bármit kitalálhatunk mellé. Én azt szeretem leginkább, amikor az anyagot hozzá tudom rendelni a gondolataimhoz, abban nem vagyok túl ügyes, hogy egy anyagból addig gyűrközzek vele, amíg ki nem sül belőle az, amit én konkrétan elképzeltem, vagy sokkal jobban szeretem azt, amikor ez egy ilyen kölcsönös, úgy kölcsönhatásba működünk egymással, hogy a gipsz például egy nagyon könnyen felveszi a formákat, azt bármibe bele lehet önteni tulajdonképpen, hogyha utána azt ki lehet szedni, és felhasználható, akkor az nagyon sok területen fel lehet használni. És hát nekem a legtöbb munkám az ilyen vagy gipszöntvény, vagy ilyen találtárgyakból össze eszkábált kis tárgyszerű dolgok. Ez a tárlat már a megnyitó nagy sikert aratott.